Szép jó reggelt nézőinknek és a most hozzánk csatlakozóknak. Újabb több tízezer ember vonult utcára Budapesten, immár másodszor, hogy a Fidesz kormány ellen tiltakozzon. A szervezők bejelentették, május 8-án, vagyis az új országgyűlés alakuló ülésének napján ismét a parlament elé várnak minden tiltakozót. Eközben az új kormány körül is körvonalazódnak személyi változások. Jön egy rövid összefoglaló, utána pedig Csuha Ildikóval, az ATV főmunkatársával és Pindrok Tamással, a Figyelő főmunkatársával folytatjuk. Egységes ellenzéki összefogást és azonnali közös cselekvést sürgettek a szombati demonstráció szónokai. Több tízezres tömeg vett részt a kormányellenes megmozdulás második felvonásán. A szabad sajtó útján a felszólalók arról is beszéltek, hogy az egységes Magyarország visszaállítására van szükség. Budapest mellett vasárnap több vidéki városban is demonstráltak. Legközelebb az új parlament alakuló ülésének napján vonulnak utcára az emberek. A tüntetők a negyedik Orbán kormány ellen tiltakoznak, amelyben komoly változások várhatóak. Erre enged következtetni a miniszterelnök pénteki interjúja. Orbán Viktor kijelentette, más kormány szerkezet lesz. Jelentős részben új emberekkel, de maradnak a régiek is. Ami biztos, Varga Mihály gazdasági miniszter marad, míg Lázár János visszavonul Hódmezővásárhelyre. Az ATV főmunkatársa pedig úgy értesült, hogy Novák Katalin az EMMI államtitkára, akár a családügyi miniszteri székre is esélyes. És akkor Csuha Ildikóval és Pindrok Tamással folytatjuk. Jó reggelt! Sziasztok! Ma lesz Lázár János és Orbán Viktor között ez a bizonyos találkozó, amiről már pénteken hallhattunk. Szerintetek ott mi fog elhangzani? Az, hogy Lázár János befejezi a kormányzati munkát, ez már mind a két fél részéről meg lett erősítve. Ez kudarc, vagy tényleg az van, hogy a választókhoz szeretne közelebb kerülni? Ildikó, te olyan jól értesült, hogy lehet, hogy mind a két féllel beszéltél, úgyhogy halljuk, hogy... Tamás, nem tudom, mi ez az irónia a hangodban. Hát nem, mert de... olvasom az atv.hu-t, és ott van minden, sőt, állítólag, amit te megírsz, azt másnap be is jelentik. Ami nagyon sok esetben meg is történt, úgyhogy Tamás. Ezért volt már ilyen, kíváncsi. Elég sokszor, például Pósa Lajosnál és más esetekben is, de most nem rólam szól ugye ez a történet. Hanem Lázár Jánosról és Orbán Viktorról. Így van. Én szerintem a miniszterelnöknek az egy korábban elhangzott mondata érvényes minden esetben, hogy ő a miniszterelnök és ő dönt. Lázár János akkor távozik majd a kormányból, ha miniszterelnök úgy akarja. Nem tudjuk, hogy úgy akarja-e, most nagyon úgy tűnik, hogy igen, hiszen pénteken ugye arról beszélt, hogy a miniszterelnökségnél szerkezeti átalakítás lesz. Ez egy megatárca volt, egy szuperhatalmat biztosított Lázár Jánosnak a kormányban. Ez egy üzenet volt Lázár János felé, hogy ez a poszt már nem az övé lesz. De akkor lehet, hogy egy másik még a kormányon belül kinézhet? Nem tudjuk, Lázár János, semmi nem kizárt, így van. Lázár János azt mondta ugye ebben a pénteki délelőtti rádióinterjújában másfél órával a miniszterelnök által elmondottak után, hogy ez nem piac, nem úgy működik, hogy ő esetleg egy másik tárcát is elfogadna. De valóban... Amikor ilyenkor cserék vannak, akkor nyilvánvalóan egyrészt kérdés az, hogy egy személyben mennyire bízik valaki, vagy mennyire elégedett vele, a másik pedig az, hogy esetleg kormányzati strukturális átalakítások is lehetnek, amire egyébként már a választások után 24 órán belül is sok-sok utolás történt. Melyik lehet itt az igazi? Másképp más struktúrában kormányoznak más emberekkel? Másképp más feladatok vannak, tehát a 14-18 közötti ciklus másról szólt, mint a 18-22-es ciklus, más kormányszerkezettel. A miniszterelnökséget szerintem fel fogják darabolni, már mint a feladatköröket. 3-4 minisztérium kaphatja ezeket a feladatköröket. Úgy, mint? Hát uniós támogatások, agrártámogatások is a miniszterelnökséghez is tartoztak, de a kommunikáció, igaz, hogy az már Rogán Antalhoz tartozott, de tehát a magának a kancelláriának a működése az mindig egy kulcspont az Orbán kormányban is, és szinte minden kabinetben. Orbán Viktor mindig próbálkozott a kancellária valamilyen új
valamilyen megújításával. 98-2002 között olyan kormányi referatúra rendszer működött, aztán a 2010 és 2012 között is próbálkozott, azt hiszem akkor Varga Mihály, ugye? Varga Mihály volt a államtitkár kancelláriáért felelt, utána jött Lázár János, államtitkárként utána miniszter lett, mindig egy valamit újítani akart. Azt gondolta, hogy jobb szerkezete lesz ezzel a kormánynak a feladat leosztása. Én szerintem nem magáért a szerkezeti változtatás miatt, hanem legalábbis akikkel én beszéltem, azt mondták, hogy eddig a válságkezelés és a nagy reformok és ezért a nagy ágazati átalakítások végigvitele volt a fontos. Igen. Most pedig a migráció ellenes küzdelem jegyében, ugye egy év múlva európai parlamenti választások lesznek, azt tudjuk, hogy Orbán Viktor nem szeretné a migrációs és soros ellenes és bevándorlás ellenes retorikáját feladni, hiszen a nagy európai keresztes hadjárat még csak most kezdődik. Ha pedig ő a foglalkoztatási problémákat és hogy ne csökkenjen a népesség, demográfiai. A népesség demográfiai növekedés, ő nem bevándorlók segítségével szeretné megoldani, akkor neki nagyon hangsúlyosan kell egy olyan mega minisztériumot csinálni, vagy legalábbis egy nagy minisztériumot, ami a demográfiai, illetve foglalkoztatás, versenyképesség. És ugye erre van Novák Katalin lesz ennek a vezetője. Rogán Antal az újabb kétharmad megszerzésével most egy nagyot lépett előre, és kimondható az, hogy Lázár után ő az, aki most a legfőbb bizalmas látó. Szerintem eddig is ő volt a miniszterelnök legközvetlenebb munkatársa, és én nem is úgy fogalmaznék, hogy nagyot lépett előre, eddig is jó nagyot katlépegetett már ő előre, a miniszterelnök legstabilabb embere lett, és ha valaki, akkor ő biztos, hogy számíthat egy nagyon fontos tárcára, hogy ez a felosztott miniszterelnökség, illetve a mostani kabinetminiszteri pozíciójának az összeolvasztása lesz, vagy egy nagyon fajsúlyos, nagy pénzeket kezelő tárca, amiről még 2014-ben is lehetett hallani, ezt egyelőre nem lehet tudni, senki nem lát a miniszterelnök fejébe. Így van, és a miniszterelnök joga eldönteni, Gulyás hogy kivel Gergely, dolgozik. Mert hogy ő úgy tűnt néhány megnyilatkozásban, hogy nagyon nem akar igazságügyminiszter lenni, aztán közben meg lehet, hogy ő fogja elvégezni azt, hogy az OBH megszűnik, a minisztérium alá rendelik. De sem biztos. Ugye azt mondta maga Gulyás Gergely. Ezek találgatások. Én más nevet is hallottam, de... Milyen nevet hallottál még? Én nem vagyok annyira jól értesült, de... azt mondta Gulyás Gergely, hogy szerinte Trócsányi László kiváló igazságügyminiszter. Ez így is volt. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy ő nem aspirál, vagy legalábbis nem hallott olyan fontos közléseket, hogy neki kellene váltani most Trócsányi Lászlót. Azt is hallani, hogy ő akár a kormánykommunikáció egy részét is viheti, esetleg a kormány megjelenése az tőle függ. Úgyis ki fog derülni, lehet, hogy már a héten. Én nem tudom, Tamás, lehet, hogy te többet tudsz ott a figyelőnél, hiszen ti jobban értesültek vagytok. Igen. Általában, mint kormány közeli lap. Nagyon jól értesültek vagyunk, de Orbán Viktor fejében mi sem látunk bele, és ez az ő döntése. De például soros listával kapcsolatban meg lehetősen jól értesültek. Hát soros listával kapcsolatban nem vagyunk jól értesültek, mi összeszedtük azokat a szervezeteket, akiket Soros György támogat, és megírtuk, hogy kik dolgoznak nála. Mi alapján kerül valaki föl egy listára, és mi alapján nem? Tehát ha valaki például mondjuk 30 évvel ezelőtt Soros ösztöndíjas volt, és nem találja magát a listán, akkor ő mi nem találja magát a listán? Hát meghirdettük, illetve kiadtunk egy közleményt, aki nem került rá a listára, nem láttuk a nevét, az nyugodtan jelentkezhetett, sőt voltak olyanok is. Schmidt Mária nem akart jelentkezni? Sőt, voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy inkább vegyük le őket a listáról, és levettük őket. Schmidt Mária nem akart jelentkezni? De 30 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, aki Soros ösztöndíjat kapott, az mondjuk most... Mondjuk a fél Fidesz? De az most... Ha nem is a fele. Nagyon sokan a vezetőjének nagy része. Nagyon sokan közülük már nem tartoznak abba a támogatotti körbe, sőt, megváltozott. Tehát elévül a Soros támogatottság, ezt mondod? Megváltozott a politikai klíma, rendszerváltozás idején Soros György, és ez szerintem a Fideszből is nagyon sokan, sőt Orbán Viktor is elmondta, egy nagyon fontos feladatot látott el, támogatta a magyar ellenzéket. Vajon ki támogatta volna a magyar ellenzéket? Egy külhoni magyar,
egy akkori milliárdos támogatta és beleállt a kommunizmus elleni harcba. És ez a rendszerváltozásban ez számított, azt hiszem pont a csatban erről beszélgettünk is néhány héttel ezelőtt. Tehát más volt a politikai klíma. Most viszont Soros György nem azt akarja, amit akkor Orbán Viktorék, akik rendszerváltozást szerettek volna, hanem egy teljesen más politikát, ami Magyarországra és Európára veszélyt jelent. A Fidesz perspektívájából. Hát nem a Fidesz, hát úgy látom, hogy a szavazók perspektívájából. Helyes. Is. Tehát veszélyt jelent Soros György Magyarországra? Veszélyt. Igen. Kérdésem, meddig maradhat Soros György Budapest díszpolgára mindezek hát, után? Tehát, hogy tele van plakátolva a város, mondjuk, és kampányol Budapest. Nem vagyok a fővárosi közgyűlés tagja, tehát nem tudom megmondani, sőt, főpolgármester sem vagyok. Állami kitüntetést kapott, az egyik legmagasabb állami kitüntetést, adható állami kitüntetést kapott Magyarországtól. De ezt mert tőlem kérdezem. Hát azért kérdezem, hogy szerinted meddig maradhat még Budapest díszpolgára? Magyarország kampányol gyakorlatilag tudom, Budapest díszpolgára. Tehát én ugyanannyit tudok erről, mint te. Jó. Körülbelül. Amikor a lista elkészült, és például, ha jól láttam, akkor alfabetikus rendszerre, ABC sorrendben írták, akkor például nagyon sokan megmosolyogták azt, hogy a doktoroknál minden doktort a D betűsök öztektek. Hát doktor most... Szabó, doktor Albert, doktor Kovács, most csak mondtam neveket. Jó, szőrszál hasogatásból lehet állni ennek a műsornak, és mondjuk nem ezért hívtatok be, de ez egy másik történet. De az, hogy kis doktor vagy nagy doktor, az mindig vita kérdése. Az újságírásban egyébként, szerintem Ildikó ezt meg tudja erősíteni, doktorokat ki sem szoktunk írni, vagy te is meg tudod, Emília, erősíteni. Tehát a doktor előjelet ki sem szoktuk írni. Tehát ha klasszikusan veszük, akkor a doktor ki sem kellett volna írni. De ha igen, akkor a D betűhöz. Jó, erre mondták sokan azt, hogy ez egy gagyi lista, így. Az, hogy az interneten felelhető, ez egy nyilvános lista. Tehát ha az interneten a saját nevét úgy írja, ahogy írt, ami úgy vettük át. Itt a bejátszóban szó volt a tehát tüntetésről. Tehát semmilyen kunc nem volt ebben a dologban. Tehát... A tüntetésről is, amire ugye Rogán Antal az első körös tüntetésre annyit mondott, hogy ez egy bolha cirkusz. Ezt a másodikat, vagy ami mondjuk május 8-án lesz a parlament alakulőjésén, ugyan ezen a szinten kezelik a Fideszen belül? Erről mit tudunk? Én nem láttam tegnap semmi különösebb kommentárt. Hát tehát ezt a szombati nagygyűlés nem kommentálták, holott itt történt egy előrelépés. Ugye sok elemző elmondta már, és sok hírmagyarázó, hogy Márki-Zay Péternek a megjelenése a színpadon és a megszólalása azt vetíti előre, hogy itt egy új ellenzék új készül. Nem biztos, hogy ugye Márki-Zay Péter nyerte egy választ. Hódmezővásárhelyen. Bajnai nem indult polgármesteri posztért, viszont azt nem tudom, nem sokan emlékeznek rá, nem tudom, ti olvastátok-e, a Budapest Beaconben Márki-Zay Péter még a választások előtt azt nyilatkozta, hogy ő szeretne egy új pártot, a Fideszben csalódottak jobb-közép pártját. Uh-huh. És az, hogy ő nem balról, vagy bal liberális oldalról próbálja előzni a Fideszt, vagy legyőzni, hanem ugye itt a Bibliából idézett, tehát keresztény, konzervatív oldalról, ez azt hiszem, hogy kellemetlenebb lehet Orbán Viktornak, mint a parlamenti ellenzéki hát, pártoknak a... A választás eredménye nem ezt mutatta, hogy olyan kellemetlen lenne Orbán Viktornak. Nem akarom elvenni Vicsek Ferenc kollégánktól az idő, csak egy gyors igenre vagy nemre van válaszunk. Szerintetek Márki-Zay Péter az ellenzék új vezetői státuszára törekszik? Hát lehet, hogy arra törekszik, csak lesz ehhez még egy-két szavuk az ellenzéki politikusoknak is. De például, úgy érzed, hogy bejelentkezett következő ellenzéki vezetőnek? Ez egyértelmű, ahogy Bajnai Gordon 2012-ben bejelentkezett, ő is bejelentkezett. Ugyanaz lesz a recept, csinál egy civil szervezetet, egy alapítványt, utána pártá alakul, aztán Bajnai Gordon is látjuk, Ildikó, hogy milyen azért neked is megadom a szót, hogyha már... Egyértelműen igen, hiszen utaltam is a Budapest Beaconos interjújára, ahol elmondta, hogy ez a célja. Csóha Ildikó, az ATV főmunkatársa, és Pindrok Tamás a figyelő főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, most pedig Vicsek Ferenc következik.